A Dunaszerdai Egészségügyi Középiskola több mint 250 diákja két csoportban kapcsolódott be a Föld napja alkalmából szervezett környezetszépítő megmozdulásba. Az iskola udvarán cseresznyefát, gyógynövényeket és évelőket ültettek, méhlegelőt és eperágyást létesítettek, az iskolán kívül pedig szemetet gyűjtöttek. A nyugat lakótelepi idős otthon körüli parkban is ültettek tavaszi növényeket, valamint csinosították, rendezték és átgerebjézték a terepet. Benestar Csilla drámapedagógus és Kismárta képzőművész a közelmúltban a Vermes villában tartott 10 művészetpedagógiai foglalkozást, amelyek témája Csontvári Koszka Tivadar Cédrusok című képe volt. A Nyárasdi Pozsonyeperjesi és Diós-Patonyi Alapiskola, valamint a Dunaszerdahelyi Szabó Gyula Alapiskola és Vámbéri Ármin Alapiskola tanulói a foglalkozások során a képzőművészet eszközeivel együtt gondolkodtak a lélekvilágáról. A foglalkozás sorozat zárásaként a résztvevők 175 alkotásából Cédrusok címmel kiállítást is rendeztek a Vermes villában. A Szabó Gyula Alapiskolában tartották meg a 15. felvidéki rovási írás vetérkedő nyugati körzeti döntőjét. Az esemény alkalmából az iskola folyosóján rovási írásos emléktáblát avattak fel, amelyet Patasi Sándor készített. A négy korcsoportban 68 alap- és középiskolás tanuló indult a vetélkedőn. Első feladatuk rovási írásos szöveg olvasása volt, majd az írásbeli feladatok megoldása következett. Korcsoportonként az első három jutott a május 10-i gútai országos döntőbe, Dunaszerdahelyről Kohút Lora, Kovács Laura, Bíró Eszter és Bartol Viktória. Juraj Szlota természetfotós fényképek című tárlatát nyitották meg a Csallóközi Múzeum kiállítási csarnokában. A 62 éves szlovák fotográfus művészetét javarészt a Nagyfátrahegység inspirálja, de Dunaszerdahelyi bemutatkozásán a természet szépségeit, erdőket és hegyeket megörökítő képei mellett az USA-ban készített felvételek, továbbá dokumentarista és ritka történelmi fotográfiák is láthatók. A közel 80 képből álló kiállítás május 11-ig tart nyitva.